Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent kereszted által megváltottad a világot. Kedves rádióhallgatók, Krisztusban kedves testvérek. Nagy péntek van. A katolikus egyházban ezen a napon nincs szent mise, mert Jézus az örök főpap mutatja be áldozatát a kereszten. A hívek egy szertartásra jönnek össze, ahol meghallgatják Istennek az igéjét, és kifejezik hódolatukat a kereszten meghalt Krisztus iránt, akinek halálát ünnepeljük. Igen, nagy pénteken mi szó szerint az Úr halálát ünnepeljük. A szertartás során felolvassuk Jézus teljes szenvedés történetét Szent János Evangéliumából, az úgynevezett János Passiót. Szent János Jézus kereszt halálában az ő megdicsőrését látja. Amikor majd felemelik az emberfiát, megtudjátok, hogy én vagyok, mondja Jézus. Ennek fényében a kereszt már nem kivégző eszköz lesz, hanem egy királyi trónus. A kereszten uralkodik Krisztus, és ezt a gondolatot nagyon szépen megénekli egy hatodik századból származó ősi himnuszunk, a Vexilla Regis. Királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halál. Az ősi jóslat itt betelt, mint a hű Dávid énekelt. Az Úr, halljátok nemzetek, kereszten trónol köztetek. Krisztus dicsőséges keresztje, kinyilatkoztatás. A legnagyobb jel, sőt, a kinyilatkoztatás csúcsa. Ezért van a mai ünneplésünk középpontjában Jézus keresztje. Szent János evangélista miután elbeszélte Jézus keresztre feszítésének történetét, megjegyzi, hogy beteljesült Zakariás proféta jövendőlése. Föltekintenek arra, akit átszegeztek. Ezen a mai napon, kedves testvérek, mi is szeretnénk föltekinteni Krisztus keresztjére. Krisztus Keresztjét nézni, de nem mindegy azonban, hogy hogyan nézünk rá. Eszünkbe jut a részkígyóról szóló ószövetségi történet. Isten azzal büntette választott népét a sok zugolódás miatt, hogy mérges kígyók lepték el őket. Sokan bele is haltak a kígyók marásába. Amikor azonban bűnbánatot tartottak, Isten Mózessel egy részkígyót készítetett el, és azok, akik erre a részkígyóra föltekintettek, nem haltak bele a kígyómarásba. Egy tekintet megmentette őket. Testvérek, hogyan tekintünk mi Krisztus keresztjére? Felidézzük Jézus szavait, ítélet van a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én meg ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Az üdvösség minden embernek szól. Azonban nem mindenki tudja vagy akarja ezt az üdvösséget elfogadni. Amikor Olaszországban tartózkodtam, éppen akkor folyt egy vita arról, hogy eltávolítsák-e a középületekből a kereszteket. Olaszország ugyanis katolikus ország révén, mind a mai napig megtartotta azt a hagyományát, hogy az iskolákban, a bíróságokon, a középületeken, de még a Kórházakban is ott van a kereszt. És akkor különböző vélemények hangzottak el, pro és kontra az olasz médiában. És emlékszem az egyik fiatal férfi tanulságtételére, aki országvilág előtt beszámolt arról, hogy amikor ő egy nagyon súlyos baleset következtében élet és halál között a kórházi ágyán feküdt, és annyira beteg volt, hogy nem tudott kommunikálni a külvilággal. Viszont ő mindent hallott, mindent felfogott, ami a környezetében történt. Annyira gyenge volt, hogy nem tudott még imádkozni sem. Viszont a kórházi szobájában szemben az ő ágyával volt egy kereszt. Elmondta, hogy milyen sokat jelentett neki ott, akkor a kórházi ágyon az a kereszt, abban a szerencsétlen, kiszolgáltatott, tehetetlen helyzetben, amikor még imára se tudta nyitni a száját. Akkor az volt az ő imátsága, hogy azt a keresztet nézte. És ez adott neki erőt. Ezért, jelentkezett a médiába, hogy elmondhassa, nem véletlenül van ott a kórházakban Krisztus keresztje. A szenvedő ember számára nagyon sokat jelent, pusztán csak egy tekintet is Jézus keresztjére. Az a tekintet, ami az üdvösséget jelenti. Föltekintenek arra, akit átszegeztek. ítélet vagy üdvösség. Aki hisző benne, az nem jut ítéletre. Olvassuk Szent János evangéliumában. Aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hit az Isten egyszülött fiának nevében. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisző benne, elne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézusom, megváltom, élő hittel tekintek fel ma a te keresztedre, és hálát adok neked megváltom művedért. Köszönöm, hogy értem is, meghaltál a kereszten. Amen.